A kiskassai németeket a hitük tartotta össze. Az asszonyok közül sokakat a II. Világháború után Malenki robotra vittek, a férfiakra pedig hadifogság várt, majd 1946-ban a falu kétharmadát kitelepítették. Az éppen 25 éve alakult Kiskassáért Német Egyesület a település védőszentje Szent Anna napjához kötődő búcsú során minden évben megkoszorúzza az első világháborúban elesettek emlékművét, majd a II. Világháborúban elhunytak és a Malenki robotra elhurcoltak emléktáblájánál is tartanak megemlékezést. Ez egy kis falu volt, ennek ellenére nagyon sok asszonyt hurcoltak el a szovjet lágerekbe, és ahogy a tábla is mutatja, és az emlékmű is, nagyon sokan haltak meg ezért a faluért, és hát ugye ezzel együtt a hazáért is. A falu szinte mindegyik név német név. De nem csak a templom őrzi a hajdani lakosok emlékét, és nem csak a temető régi sírjai árulkodnak arról, hogy ezt a települést hajdanán 100%-ban németek lakták. Szent Anna napon minden évben német népviseletben vonulnak végig a településen a fellépők. Évekig visszamenőleg sikerül nagyon színvonalássá tenni minden évben ezt a kiskassai rendezvényt, ezt a hétvégét. Megmondom őszintén, hogy a naptárban nekünk ez már úgy mindig előre be is van írva. Tehát nekem nagyon fontos feladatom az, hogy évről évre újabb csoportokat, újabb zenészeket, táncosokat hozhassak ide. Az éppen 30 éves újpetrei német nemzetiségi hagyományőrző egyesület ifjúsági fúvós zenekara és a Bói Harmonika Együttes is koncertezett a jubileumi rendezvényen. A helyi kultúrháznál kiskassai, újpetrei és beremendi kézművesek kínálták portékáikat. Az újpetrei hagyományőrző egyesület sváb hagyományokat ápol, sváb hagyományokat örökítünk át. Próbáljuk ezt már az óvodába, iskolába, és pont jó akkor vagyunk itt egy ilyen szép ünnepen Kiskassán, mert a mi egyesületünk 30 éves, és mi is egy ilyen jubileumra készülünk. Az ünnepen Bezdán József fotóművész képeiből nyílt kiállítás a Kiskassai Kultúrházban. A tavaly szeptemberi szüreten készült fényképeket elárverezik, és a bevételt a Kiskassáért Német Egyesület által működtetett Kiskassai Játszóház és Kézműves Foglalkoztató támogatására fordítják.